Lenne a hajléktalan szálon, mert ugye ott kezdtem pályafutásomat, és 2011-ben kerültem oda a nappali melegedőre, és most már idestova lassan 2 éve lesz, hogy ide kerültem a Veszolhoz. És ugye, mint maga a Veszol, az önkormányzati bérlakásokat kezeli, viszont miután van a Máltának is ingatlánja, így azt is a Veszol kezeli. Úgyhogy én ezeket az ingatlanokat felügyelem, hogyha bármilyen probléma van, kimegyek és megnézem, illetve a lakások rendeltetésszerű használatát, adott esetben, hogyha egy családnál valami probléma merül fel, akkor azt nyilván, mint szociális munkásként elvégzem, megcsinálom. Úgyhogy így ilyen sokrétű. Hány család tartozik a felelősségi körödbe? Hát mondjuk úgy, hogy nagyjából 200 ingatlan van körülbelül Sasper KB Veszprémben, és ez lényegében mind. Leveleket kiviszem, ha jön egy telefon, akkor általában hiba bejelentések azok elég sűrűn szoktak lenni. Az mindig úgy van, hogy én kimegyek, és ellenőrzöm, hogy ténylegesen van-e probléma, vagy kell-e hozzá szerelő, ha kell szerelő, akkor felhívom, és akkor egyeztetek vele. Tehát mindig így zajlik. Most volt jó múltkorjában például bogárírtás, ami elég nagy rétű, mert ugye a poloska az nem olyan egyszerű, mint egy csótány. Úgyhogy az beférkőzött egy-két ingatlanban, aztán mondjuk úgy, hogy szépen így burjánzott. Úgyhogy azt azért meg kellett állítani, ez nem volt egy egyszerű menet, de nagyon sokrétű tényleg a feladatkör. Például, hogyha mondjuk van adomány, ugye hetente 2 alkalommal szokott jönni élelmiszeradomány, akkor abból szoktunk adni. Itt a házban nagyon sokan vannak, akik élnek is ezzel a lehetőséggel, illetve van például karácsonyi időszakban, akkor elég sok csomagot is szoktunk adni, és akkor azt ki szoktam vinni mindenkinek. Tehát megvan adott esetben, hogy ki az, aki ténylegesen ugye rászorul, és nagyon hálásak érte, de tényleg, tehát látszik rajtuk. Kik laknak a Veszol lakás, ezekben a veszolos és máltai bérlakásokban? Tehát honnan kerülnek ide be a... Máltai bérlakásban lentről a hajléktalanszállóról kerülnek bele, ebbe. Az önkormányzati lakásoknál pedig úgy van, hogy kérelmet nyújtanak be hozzánk, és akkor tehát legvan egy alap sablon, azt kitölti, és le kell írnia, hogy miért szeretné, ugye nyilván az ingatlant bejön, beszélgetünk is vele, és utána eldöntik, hogy ki az, aki bekerül az ingatlanokba. Van olyan, amit meg kell pályázni, tehát pályázat útján van, mert az piaci alapú. Van szociális alapon, tehát ugye a jövedelmet nézzük meg minden esetben. Van olyan, aki egyedül neveli a gyermekeit, van olyan anya, aki sérült gyermekét neveli, nem is egy ilyen anya van, jó páron vannak így, illetve van úgy családunk is, akik kevésből élnek meg, nagyon sokan vannak. Miben több ez annál, hogy lakástulajdonosi vagy közös képviselői ingatlanokkal kapcsolatos feladatokat ellátsz, hiszen itt az emberek életébe is nagyjából be kell kapcsolódni, nem? Be, de úgy, mint hogy lenne a hajléktalanellátásban is be kell kapcsolódnod, ott is teljes egészében belelátsz a mindennapi életükbe, tehát ott kell lenned, és ugye, mint hogyha kimegyek egy családhoz, akkor látom, hogy egyrészt, hogy hogy él, milyen körülmények között, és amit mi biztosítunk neki, nyilván kap egy fedelet, és hogy hogyan tud azzal élni, amit kapott. Van olyan eset, amikor bizony nem jó körülményeket biztosít saját magának annak ellenére, hogy megtehetné. Hát ilyenkor általában többször szólok és figyelmeztetem. Tehát van, aki megrőzött gyűjtögető, nem kicsit, hanem nagyon. Olyankor több alkalommal megyek ki hozzá, és akkor ellenőrzöm. Hogy tudjátok kialakítani ezeket a készségeket, alapvető életviteli készségeket, hogy valaki alkalmas legyen arra, hogy egyáltalán beköltözzön egy... A folyamatos kontroll. A folyamatos kontroll, mert máshogy... Tehát van olyan, aki, hogyha... Hogyan mondjam neked... Aki igényli azt, hogy minden nap beszélj vele, minden nap kimenj hozzá, és mondd, hogy igen, be kéne fizetned ezt a csekket. Elcsúsztál vele, jaj, tudom, jó, akkor jövő hónapban befizetem, de ki kell ahhoz menned, hogy ténylegesen ne az legyen, hogy ha nem fizet hosszú ideig, mert hogy ő megtehet idézőjelesen, meg ellustul, stb. Kimész,
szólsz, vagy beszélgetsz vele, meggyőződ idézés, hogy ez azért sokkal jobb, mint ahol eddig voltál, mert hogy innen is ki tudsz kerülni, és az már nem annyira buli, hogyha valaki kikerül egy bérlakásból, hiszen visszacsúszhatlan hajléktalan ellátásban, ami megint nem egy leányálom, de elég sok embernél belőbb simán, tehát ráhatással meg lehet oldani. Jól értem, hogy a te feladatod az, hogy 200 családnak az életét fejben tartsd? Kb. 200 ingatlan van Veszprémben, úgyhogy igen, ezt mind nekem fejbe kell tartani. Nem csak nekem, nyilván a kollégáimnak is, de ezt mind teljes egészében. És ugye ezt a 200 ingatlant, ezt minden évben ellenőrizni és meg kell nézni. Mik ennek a munkának a nehézségei? Mert van, én például egy mezei édesanyja vagyok, egyetlen családot próbálok koordinálni, és néha úgy érzem, hogy ez is kihívás, 200 családnál, ez hogy működik? Nehézsége az igazából abból adódik, hogyha hirtelen túl sok minden sűrűsödik be, tehát mondjuk adott esetben van, hogy egy nap kimegyek 4-5 helyre, most csak így mondtam valamit, de mellette pluszban valamiféle karbantartási jellegű munka, meg kell azt is nézni a másiknál. Tehát tulajdonképpen ezt úgy lehet jól végezni ezt a munkát, hogy az ember nem csak azt végzi el, amit hivatalosan papíron bejelentenek, hanem amit te magad is hozzáteszel a saját szemeddel. Hát meg, amikor kimegyek, akkor alapból beszélgetek. Tehát elindul egy kommunikáció. Kommunikáció által ki fog derülni, hogy még az a problémán kívül, még van-e valami más, amit ő nem mondott. És általában szokott lenni, tehát 99%-ában tényleg van, hogy kimegyek, elmondja, megnézem ezt a problémát, hogy XY dologgal baj van, de közben már mondja a másikat, el is mondhatok, ezt miért nem jelezted, vagy hogyan, miként, és megoldjuk. Tehát, hogy van, amit már úgy rögtön letelefonálok, akár szerelő, akár itt benne a kollégákat megkérdezem, mondjuk például, hogyha ilyen bérleti szerződésekkel kapcsolatos kérdése van, rögtön fel telefonálok, megkérdezem, hogy akkor milyen papírt hozzam még be, mi az, ami hiányzik. Karbantartási munkálatok, lakások ellenőrzése, rendeltetésszerű használata, hogy akkor van a rovarírtás, amit meg kell csinálni adott esetben, de ez csak akkor van, hogyha a lakó érzékelte, tapasztalt, hogy van nála bogár, akkor ugye a karbantartási munkálatok között nyilván a szereléseknél vizes blokkok általában azoknál szokott zömével probléma lenni, mint például a dugulások, csapoknál folyás, stb., illetve alap szociális munkásként beszélgetés. Ügyintézés, hogyha arra igény van, abban segítségnyújtás. Például most is volt, aki így meghalt az édesanyja, és akkor abban kért segítséget, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, hogy hogyan, kihez kell fordulnia, tehát ebben is ugyanúgy megpróbálunk segíteni, mind akár családdal való kapcsolatfelvétel. Mert hogy ilyen is volt, hogy nem, már nagyon régen nem beszélt a lányával, vagy a fiával, és akkor jobban kért segítséget, hogy neki nincs telefonja, hogy akkor hadd beszéljen vele. Erre is volt példa, tehát, hogy tényleg így sokrétű a feladatunk.